szép magyar települések, érdekes események. Kedves nézőink, általában körülnézünk kis hazánkban vagy határainkon túl, és igyekszünk különleges, érdekes, szép, vagy éppen gyorsan fejlődő településeket bemutatni. Most ebben az ünnepi hangulatban úgy kerestük meg a településeket, hogy kapcsolódjanak ahhoz, hogy igazán szívből tudjunk emlékezni, és esetleg a fiatalabb generációk is megértsék mindazt, ami 56-ban történt. Úgy döntöttünk, hogy Felső-Petényben látogatunk el, már csak azért is, mert komoly készülődések voltak, és Felső-Petény emlékezik Mindszenty Józsefre. És ennek kapcsán természetesen megismerkedünk a településsel, és hogy ki lesz az idegenvezetőnk, természetesen nem más, mint Lackovszky Zsolt, polgármester úr. Kedves polgármester úr, itt van velünk? Itt vagyok, üdvözlöm Önöket. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta ezt a felkérést, és hát akkor valóban kezdjük ott, hogy hol is van Felső-Petény? Felső-Petény észak-magyarországi település, Nógrád megyében található, a Rétsági járástól mindössze 12 kilométerre található meg községünk. Milyenek a természeti adottságai? Itt már gondolom, hogy a dombok, a kisebb hegyek már szépen tarkítják a látóhatárt. Így van, egy ilyen kisebb fajta völgybe helyezkedik el, körülvesznek minket itt a Romhányi hegy, a Káposztás hegy ölelésében vagyunk, rettentő szép környezeti tájjal rendelkezünk. Rengeteg kéktúrás jár erre megy el a kéktúravonal is. Szeretnek idejönni, kirándulni az emberek, mert tényleg csodálatos hely. Gondolom, hogy ez meghatároz sok mindent. Például, hogy mivel foglalkozik a lakosság, vagy milyen irányba megy el, például mondjuk a turizmus irányába. Egy kicsit ezt is mutassa meg nekünk. Igen, ugye az egyik fő turizmus kéktúraútvonal található még nálunk az Agyagásványbánya. A Romhányi hegy tetején van a prónai kilátó, onnan is gyönyörű szép a táj, a környezet. Ezek falunknak a nagyobb látványosságai. Almási kastély, ugye itt található nálunk, 56-ban Mindszenty bíboros úr itt raboskodott, itt tartották fogva, és ugye ez Petényinek főként ilyen szívhez kötődő dolog, mert itt el kellett viselni a Mindszenty úrnak ezt a szörnyű kínokat, de szerencsére ugye Pálinkás Palavicini Antal őrnagy, a akkori törzs főnöke Molnár Bertalan és Deák János had nagyokkal Felső-Petényből kiszabadították, és Tétságra vitték a bíborost. Néhány perccel hazatérése után Mindszenty beszédet mond a rádióhallgatókhoz és a külföldi újságírókhoz. Hosszú fogság után szólok a magyar haza valamennyi gyermekéhez. Senkivel szemben nincs gyűlölet szíveben. Minden évben meg szoktunk emlékezni, ugye koszorúzással, a helyi katolikus templomban, szentmisével, és aztán átmegyünk Rétságra, ott is emlékminné, és a laktanyánál is koszorúzunk. Ezután pedig szeretett vendégségben részesülünk. Az oda látogatókat és akik koszorúznak, vendégeket ott fogadják, és akkor így megvendégelnek minket minden évben. Valóban nagyon szép gesztus Rétságtól. Mennyi ennek az előkészülete? Mikor kezdik szervezni ezt az eseményt? Egy bő hónap szükséges rá. És kik vesznek benne részt? Mit tudunk arról, hogy a lakosság hogy igyekszik ebbe belefolyni? Ugyanálunk három felekezet található meg, ez is egy ritka dolog, evangélikus, katolikus és baptista. Ugye a katolikusok részéről a legnagyobb a intenzitás, ez egyértelmű,
de ugyanúgy a récsági katolikusok, akkor van egy Szilágyi Erzsébet féle nőegylet, ők is támogatják, Récság önkormányzata is, Balla Mihály úr is, nagyon sok támogatója van, és ennek örülünk. Akkor egy kicsit ismerkedjünk meg még magával a településsel, hiszen gondolom, hogy gyönyörű épületeik vannak, ahol három felekezet van, legalább három templomban. Így van. Most újítják fel a evangélikus templomot, a baptista imaházat körülbelül 5 éve újították fel, a katolikus egyház pedig most rendben van, de ott is történnek folyamatosan javítások. Tehát mind a három templom szép állapotban van. És hogy képzeljük el a főteret mondjuk, vagy hogy merre induljunk, hogyha egy kicsit körbe akarunk járni Felsőpetényben? Ha Nőtincs irányából beérkezünk, onnantól kezdve egy 500 méterre van a emlékművünk, ez egy tér, vele szembe található a egészségház, ami nemrég került felújításra, és a napokon belül fogjuk átadni egy új doktornővel. És a főtér mellett található a patak túlsó partján a baptista imaház, ha jobbra lekanyarodunk, akkor a evangélikus egyház, és ha még egy 200 métert följebb megyünk, a katolikus egyház található. Tehát ilyen háromszöget alkot majdnem a három templom. És a gyerekek születnek? Igen, most elég sok beköltözőnk is van, most megugrott szerencsére. Ez azt jelenti, hogy szükségük van bölcsődére, iskolára. Hogy sikerül egy kicsit jobbá tenni a környezetet, az élhetőséget? Igen, hát a bölcsödét sajnos nem tudunk nyitni, mert akkora számban nem születnek gyerekek, a szomszéd településeken pedig vannak bölcsödék, de az óvodánkat azt fenntartjuk, a jövőre azt hiszem 19 gyerek lesz. Az óvodát is sikerült 2016-ban felújítanunk, energetikailag korszerűsítenünk, és most is fejlesztjük még játszóudvarukat is. És akkor pályáznak? Igen, a Magyar Falu programban elég sokat tudtunk nyerni, és ezáltal egy vadonatúj játszóteret tudtunk átadni a gyerekeknek. A sportöltözőt azt egy másik pályázatból sikerült a közösség erejével felújítanunk. Ugyanígy tudtuk a közösség erejével és a helyi vállalkozók segítségével a temetőt is rendezni. Tehát nagyon jó összetartó lakosság van itt Felsőpetényben, ami ritka dolog, én úgy gondolom, a mai világban, és erre szükség van. Hát gondolom, hogy ez volt a fő célom is, hogy a közösség erejére építek, mint tiszteletdíjas polgármester. Pont ezt akartam mondani, hogy ez függ magától a polgármestertől, függ az önkormányzattól, és természetesen a benne lakó emberek akaratától is, és jó hallani, hogyha ez így van. Akkor nézzünk körül, hogy kik tudnak még segíteni, mi a helyzet a civil szervezetekkel, vagy milyen szerveződések vannak? Egy civil szervezetünk van, ez a Felsőpetényi Sportegyesület. Ők támogatják a rendezvényeinket, és a vállalkozók szoktak segíteni, általában támogatni minket itt a helyi vállalkozók, és sok dolgot önerőből oldunk meg. Hát azért pedig dicséret jár. Van-e olyan különleges nap még ezen kívül, ami úgy a települési, amit megünnepelnek? Igen, augusztus 20-án minden évben ökumenikus családi napot tartunk, ami kétszer került ideig megrendezésre, és nagyon jó sikerült. Itt mind a három felekezet segít, az önkormányzat is, és van a településünkön szlovák nemzetiségi önkormányzat is, és ezen a napon istentisztelettel szoktunk kezdeni, mind a három felekezetnek a atya prédikál és istentiszteletet tart, kenyéráldás történik, eközben elindul a főzőverseny, amin 20-30 csapat van, és a díjazás után a ételt együtt elfogyasszuk. És délután még különböző játékok, programokkal színesítjük a gyerekeknek, ugrálóvár, élő csocsó, arcfestés, ilyen gyerekprogramok, jótékonysági bállal szoktuk zárni ezt a eseményt. Jó kis összetartó csapat van ott Felsőpetényben, ahogy látom. Még nagyon közeleg most már ugye a karácsony, az év vége. Lesz-e még valami, amire készülnek?
a Mikulást, ezt a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezi, legnagyobb részben ezt ők szervezik, de mi is támogatjuk, és mások is. A Covid alatt ugye úgy tudtok megoldani, hogy a Mikulás házhoz ment a gyerekekhez, minden gyerekhez. Mert ez egy olyan rendes Mikulás. Így van, és azóta ez sokkal jobban bevált. Lesz még karácsonyi koncert, ez is a Nemzetiségi Önkormányzattal együtt szervezzük, és élő adventi naptár is van, amikor ugye minden házra, aki benevez a játékba, húz egy számot, és a falu apraja nagyja összegyűl, és elindulunk keresni az aznapi adott számot. Amelyik háznál meglátjuk, hogy világít, akkor megtaláltuk. Általában itt meg szoktak vendégelni, melegtea, egy kis forralbor sütik, énekelünk együtt, aztán megyünk haza. De hogy ez milyen aranyos, hogy minden napra jut egy ilyen kis keresés. Nagyon jó. Igen, és ez is ugye összerázza jobban a közösséget. Jó, és akkor zárásként térjünk vissza erre a bizonyos mindszenti ünnepségre, hogy bárki oda mehet? Igen, igen, ez egy nyilvános esemény. Úgyhogy szeretettel várunk és hívunk mindenkit. Most vasárnap lesz a koszorúzás, a megemlékezés. 10 órakor kezdődik a katolikus egyházba a Szentmise, utána átmegyünk Rétságra emlékműhöz, a laktanyához, és a végén lesz a szeretet vendégség. De egy héttel ezelőtt pedig a mindszenti emléktúrának adtunk helyet immáron másodszor, ez 2 éve indult, és ez is nagyon jó sikerült. Enkor bringákkal, motorral is jöttek már, fiatalok, idősebbek egyaránt, ez egy új kezdeményezés, de egyre jobb évről évre ez is úgy látszik. Hát mindig jó az újítás, és pláne, hogy most már ugye a biciklisek világát éljük, egészséges is, és talán nagyobb távokra lehet elmenni, fölkeresni más településeket. Hát ugye mondjuk, hogy ez egy jó kis közösség, de vajon sportolnak-e ott Felsőpetényben? Igen, így van. Van egy remek foci csapatunk, ami megye 3-as amatőr szintű. 2014-ben sikerült újraindítanunk a csapatot. Rengeteg önkéntes és jó barát segített abba, hogy újra el tudjunk indulni, és évről évre egyre jobb a csapat eredménye. Úgyhogy büszke vagyok a foci csapatunkra is. És akkor egy kicsit még a hagyományőrzésről, hogy vajon mit tudnak tenni azért, hogy megmaradjanak az emlékek? Minden évben születi felvonulást és bált szoktunk tartani, de az utóbbi években együtt tartjuk a Nemzetiségi Nappal, amit szintén a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat tart. Itt beöltözünk a felsőpetényi népviseletbe, és ugye a meghívott vendégek is a saját népviseletükbe jönnek el, énekelnek, szlovákul, magyarul táncolnak, tehát nagyon színvonalas műsor ez is minden évben nálunk, és a fiatalok is szeretik. Hát kedves polgármester úr, én nekem örül a szívem, hogy ilyen jó települést és jó közösséget tudtunk ma bemutatni. Én köszönöm szépen, hogy mindebben segített nekünk, időt áldozott ránk, és akkor kívánjuk, hogy vasárnap jól sikerüljön a megemlékezés, és lehet, hogy majd ellátogatunk úgy advent környékén Felsőpetényben. Rendben, szeretettel várjuk Önöket. Még egy gondolatot, vagy egy hírt szeretnék megosztani, ha lehet. Persze. Almási kastély, ugye ahol a bíboros raboskodott, szerencsére ebben az évben teljes felújítás alá kerül, tehát meg fog újulni, gyönyörű szép lesz, alig várjuk, hogy elkészüljön, mert ráfért most már a rekonstrukció. Hát kívánom, hogy mindez sikerüljön Önöknek. Én jártam ott, és valóban megőriztek mindent, de biztos, hogy ráfér egy kis szépítés. Így van. Nagyon-nagyon köszönöm még egyszer, polgármester úr. Én is köszönöm szépen. Hát, kedves nézőink, lám-lám, hogy mennyi érdekesség van kis hazánkban, és Felsőpetény nincs messze, úgyhogy, ha tehetik, menjenek el,
vagy most vasárnap erre a rendezvényre, vagy csak úgy megnézni az almási kastélyt, vagy egyszerűen jól érezni magukat ezeken a hagyományt is őrző nagy rendezvényeken.